Mester Viktória. Érdemkeresztel kitüntetett művésznő. A kiváló mezzoszoprán a Zeneakadémia után az opera színpadán 2006-ban debütált Maddalena szerepében. Azóta számos ismert és jelentős opera szerepet maga mögött tudhat már Carmentől Orlovskijig. Most nézzük az ő mestermunkáját. Hogy jut el Alfától operáig? Mi a véleményed a kutyasétáltatásról? Kell a kutyát sétáltatni, ez természetes, nekem is van egy kutyám. Én mondjuk nem tartozom azok közé, akik ilyen nagyon, nagyon nagy szabályokat állítanak föl, hogy de póráz kell, és szájkosár kell, és vigyünk zacsit, és nem tudom, szerintem a kutyákat szeretni kell. Én azt szeretem leginkább, hogyha szabadon szaladgál a kutyám, ezt is teszem vele mindig, úgyhogy az a véleményem, sokat sétáljatok a kutyáitokkal. Mióta van mobiltelefonod? 25 voltam, amikor az első mobiltelefonomat kaptam, az sem volt új. Egy Nokia, nem, azt sem tudom, hogy mi volt a neve, de van élete a mobiltelefon előtt is. Kedvenc könnyű zenei együttesed? Sok kedvencem van. Queen, nagyon szerettem mindig is az LGT-t. Általában egyébként a rokkosabb történeteket szeretem. Kitől örökölted a legjobb tulajdonságodat? Hogy van-e nekem legjobb tulajdonságom? Biztos van. Szerintem én jól keveredtem. Apukám egy nagyon nagyhangú, szenvedélyes ember volt, az édesanyám pedig egy csupa szívember, akinek nagyon-nagyon helyén van az esze is és a szíve is, és anyukám azt mondta nekem, hogy mindenkitől a legjobbat örököltem, hát remélem, nem vagyok egy rosszul sikerült ember szerintem. Szerinted hány éve rendezik meg a Tour de France-t? Fogalmam sincs. Vajon hány liter kézfertőtlenítőt használtál el 2020-ban? Rengeteget, én magam is gyártom őket, de még a Covid előtt volt egy arcüreg műtétem, és az első hetes kontrollomon elkaptam egy nagyon csúnya betegséget, mármint az arcüregem is ilyen influenza-szerű tüneteim voltak, és én azóta folyamatosan felvásárolom a boltokat, tehát rengeteg van otthon most is, autóban is, udvaron is, nem tudom, 30 litert. A barát legyen mindenben őszinte, vagy legyen mindenben támogató? Van, mikor erre van szükségünk, van, mikor arra van szükségünk, de szerintem, hogyha barátok vagyunk, akkor ez előbb-utóbb úgy is kiderül, hogy mikor, mit és miért mondott úgy. Tehát mindenképpen az őszintesség nagyon-nagyon fontos, de az, hogy finoman tudjuk burkolni, hogy ne bántsuk a másikat, ez is egy nagyon-nagyon fontos kritérium a barátságnak. Volt-e olyan sportoló, akit megkönnyeztél? Az Egerszegi Krisztina mindig megmarad nekem nagy sírásnak, amikor olyan kis picike volt, és az olimpiát megnyerte. Milyen látványosságot ajánlanál itthon egy külföldi turistának? Bármit, hát gyönyörű az országunk. Akármit, akár az operaház, akár a citadella, akár a parlament, és mindent vidéken, tehát csodálatos vidékeink vannak, elképesztően jó éttermeink vannak, tehát mindent. Töltsön itt sok időt, és nézze meg az országunkat. Részt vennél egy világkörüli úton? Nem hiszem. Nem, attól függ egyébként egyedül semmiképpen. Nem, nagyon Magyarország párti vagyok, tehát lehet, hogy elmennék mondjuk 3 hétre valahová, de már azt is nehezen bírnám. Az, hogy ennyire sokáig távol legyek az otthonomtól, azt nem vállalnám be. Gyűlt már meg a bajod idegen nyelvű használati utasítással? Nem, azért kikísérletezem én, tehát nem vagyok annyira hambába hóta. Általában a használati utasítások mellett rajzok is vannak. Én meg rajzból nagyon jó vagyok, tehát ki tudom nézni az 1-es, 2-es, 3-as pontot, és úgyis összerakom, amit akarok. Vannak-e újévi fogadalmaid? Nincsenek.
Nem hiszek bennük. Hogy bírtad a suli menzáján a kosztot? Mai napig számban érzem néhány ételnek az ízét, amit imádtam a menzán. Húsos káposzta, tehát ezt igyekszem úgy csinálni, hogy a menzán csinálták. Akkor nagyon szerettem a betűtésztás levest, tehát a paradicsomlevest. Voltak azért nagy-nagy melléfogások, de alapjáraton is szerettem a menzás kosztot. Jártál már a zsinórpadláson? Szerintem nem. Nem. Mit jelent számodra az Erkel Színház? Hát... annak a színháznak olyan lelke van, amit én még más helyen nem nagyon tapasztaltam. Ez részint egyébként az ott dolgozók miatt is van. Hihetetlen családias hangulat, egy csodálatos akusztika, és valamiért tényleg lélegzik az a színház. Nekem az első színház élményem, vagy engem oda köt, mindig is nagyon szerettem az Erkelben énekelni, akármilyen állapotban is volt. Családias, baráti, és jó lelkű épület. Kellett már előadás közben enned? Hogy bele volt rendezve? Igen. Igen, kellett. De igyekeztem úgy csinálni. Egyébként nagyon jól, nekem azért nem olyan kicsi az, itt ez a pofazacskom, tehát nagyon jól tudok benne tárolni, tehát hogy egész véletlenül nem sikerült lenyelnem, akkor ott tároltam egy kicsit, majd mikor abbahagytam az éneklést, akkor gyorsan lenyeltem. Lekapcsolod-e a lövöldözős filmeket? Nem, bár túl sok időm nincs, ugye van egy gyönyörűséges 6 éves kislányom, tehát most már lassan ő kezdi a lövöldözős filmeket nézni. Nekem konkrétan nincs időm arra, vagy hogy is mondjam, jogom ahhoz, hogy filmeket nézzek, mert általában mindig mesefilmeket és mindenféle ilyen csudajó, vicces gyerekműsorokat nézünk. De átálltam már rá, hogyha egész véletlenül elkapok egy olyan filmet, ami nagyon jó, és teszem föl lövöldöznek, nem kapcsolom el. Mi volt az első szereped, feladatod az operában? Az első Rigoletto Maddalénájaként debütáltam, de az az Erkelben volt. Az Operaházban szerintem Kerubinként debütáltam, és aztán pedig az Andrássyiében, de szerintem Kerubinként. Melyik családtagod életéről készülhetne film? Van egy, hogyha kiderülne az, tehát hogy nem tudom, mert van egy ilyen mendemonda az anyukám részéről, hogy az én üknagymamám az Almási grófnak az egyik birtokán volt, szakácsnő, és ott valami nagyon érdekes szerelmi sztori van, hogyha azt valaki kideríteni, akkor az egy nagyon-nagyon izgi dolog lenne, mert akkor megtudnám, hogy honnan származom. Ez persze hülyeség. Késős vagy, pontos, vagy esetleg már előbb ott szorongós? Általában nem késem. Nem is szeretem, hogyha késnek, de mondjuk azt nem tartom annyira számon, mert ez habitusból jön, hogy valaki késős, meg lehet szokni úgyis. Én általában soha nem késem. Mi hiányzik a legjobban, amit a pandémia miatt most nem tehetsz meg? Az éneklés. Teljesen be tud az ember zárkózni így a saját világába. Úgyhogy nem jó dolog ez, jó lenne már énekelni.